Elérkezett az augusztus. Augusztus már. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a júliusi összegzésemet hozom, ugyanis most már a július is eltelt, és mindjárt vége a nyárnak. De még ott van az augusztus, ami elég hosszú lesz, viszont most nézzük, hogy milyen könyveket sikerült kiolvasnom a hónapban. Mert végre nem csak kettőt sikerült, hanem négyet, és egy kicsit többet, de négyet fejeztem be, úgyhogy nézzük, hogy melyek ezek a könyvek, amiket be is fejeztem. Az első Jenny Colgantől The Little Shop of Happy Ever After, ami egy ilyen limonádé romantikus regény, hogy amit még egyszer tavaly az Olvasatlanok című videómban beszéltem erről a könyvről egy kicsit, vagy hát nem sokat, mert akkor még nem tudtam, hogy mi történik benne, úgyhogy csak így mondtam, hogy itthon van ez a könyv, és majd egyszer sorra kerítem és elolvasom. Aminek most volt itt az ideje, mert egy nagyon hosszú buszos kiránduláson voltam, és hát útközben nem volt jobb dolgom, úgyhogy olvastam. És hát odafele kiolvastam ezt, amíg Erdélybe mentünk. Elég hosszú volt, úgyhogy sikeresen kiolvastam egy könyvet így július második napján, aminek nagyon örültem. A könyv történetileg arról szól, hogy a főszereplő nő könyvtáros, és kirúgják az állásából, mert létszámleépítés van, és kitalálja, hogy megvalósítja az álmát, ami az, hogy egy könyvesboltot nyisson, de végül nem konkrétan könyvesboltot fog nyitni, hanem egy mozgó könyvesboltot, tehát vesz egy kis furgont, és abba fog könyvesboltot létesíteni, és hát végül is ennek a folyamatát nézzük végig, illetőleg ahogy bontakozik ki a szerelmi szál. Na most, ez kicsit más lett ez a könyv, mint amire számítottam, mert valahogy azt hittem, hogy a fő szerelmi szál, ami meg is fog valósulni, az valahol itt, nem tudom, valahol már így a könyv felénél elkezdődik, ehhez képest, ami a lényeg volt, amire kíváncsi lettem volna, az valahol itt így az utolsó 30 oldalon teljesült, kezdődött el és teljesült meg, pedig én már az elején megmondtam volna, hogy kivel fog a végén összejönni, de hát az utolsó 30 oldalra hagyva, úgyhogy az annyira nem tetszett. Tehát tényleg az volt a legjobb ebben a könyvben, hogy olyan nagyon gyorsan, könnyedén lehetett olvasni, és így nem kellett hozzá gondolkodni, meg ilyenek, és ez most úgy érzem kellett is. Nem azt mondom, hogy nagyon sok ilyen könyvet fogok ezen kívül olvasni, de erre most is szükségem volt. A második könyv egy olyan könyv, amit be is terveztem, hogy elolvasok idén-nyáron. Idén főleg el akartam olvasni, már nagyon régóta esedékes volt, és az írónő másik kötete a tavalyi évben kedvencem volt, ez pedig nem más, mint Karen M. McManus-től a To Can Keep a Secret. Amiben ugyanis, hát itt azt mondja, hogy két halott bárkirálynő, igazából ez egyik halott bárkirálynő, a másik pedig egy bárkirálynőnek az inkább testvére, de mindegy, ez kicsit összezavaró volt. A történetben egy ikerpár visszaköltözik az anyuknak a szülővárosába, és hát itt történnek dolgok. Visszakerülnek ide, és úgy tűnik, hogy újra meg fog ismétlődni az a gyilkosság, vagy ugyanaz a gyilkos visszatér, aki 5 évvel ezelőtt és megölte a bárkirálynőt. Ő puskázok, Lacey-t. Hát a testvérpárnak az egyik fele nagyon szereti a bűnügyi könyveket, és így próbálja így megoldani, hogy vajon mi történt. És a másik szereplőnk, akinek a szemszögéből követjük a könyvet, mert két szemszögből követjük, az egyik Ellery, az egyik szemszög, az ikerpár egyik fele. A másik pedig Malcolm, akinek a bátyját gyanúsították a Lacey-nek a meggyilkolásával. És az ő kettőjük szemszögéből követjük a történetet, ahogy hát igazából belekeverednek az eseményekbe, és próbálják kideríteni, hogy mi is történt Echo Ridge-ben, mi a nagy rejtély. És egyébként ez egy tök jó könyv volt, és igazából hozta azt a szintet, mint a Lehull a lepel, de nem volt olyan jó. Tehát a Lehull a lepel az számomra egy olyan könyv volt, hogy így elolvastam, és így úristen, imádom, azonnali szerelem volt. Ez meg elolvastam, és így elolvastam, különösebb érzelmeket annyira nem táplálok iránta. Jónak jó volt, de kedvenc azért nem lett. Főleg a vége miatt, mert ahogyan az egész rejtély megoldását így elénk tárták, én úgy éreztem, hogy az ilyen semmiből jött. Tehát, hogy
semmi magyarázata nem volt. Az összes ember, akit lehetett volna gyanúsítani a dologgal, kiderült, hogy nincs semmi köze hozzá, és akiről így nem is gondoltam igazából, meg így nem is láttam, hogy hogyan jöhetne be a képbe ő, meg így ölgyilkos, és így... Tehát nekem az egész olyan magyarázatlan volt, meg nagyon a végére lett hagyva, szóval, hogy nem tudom, a befejezése nem tetszett, és leginkább az rontotta el az élményt. De egyébként jó volt, csak a lehull a leplet, nem tudta überelni. A harmadik könyv, amit kivégeztem a hónapban, az... Hol az író? Grady Hendrix-től a Horror Stör, ami egy ilyen... Hát, horror, ahogy a cím elárulja. Horror. És egy butoráruházban játszódik, ami egy IKEA koppintás. De még le is van benne írva, hogy IKEA koppintás. És furcsa dolgok történnek az áruházban, és megpróbálják kideríteni, hogy mi is, úgyhogy éjszakára a személyzet egy része ott marad, és... igen, nem végződik túl jól az éjszaka sokak számára. És nagyon sokáig, tehát ugye feléig ez a könyv, ez ilyen... Jól van, mászkálnak éjszaka a sötétben egy butoráruházban. Fura dolgokat látnak azért, de hát semmi olyan komoly ijesztőt, és hogy a felénél így van egy ilyen fordulópont, ami után így gondolkodtam, hogy lehet nekem ezt a könyvet nem kéne olvasnom, mert én elég félős vagyok, úgyhogy van egy oka annak is, hogy annyira nem nézek horrorfilmeket, mert utána nem alszom este, de nem baj. Végigolvastam, és hát voltak pontok, amikor így eléggé ijesztő volt ez a könyv. És szerintem miután elolvastam ezt a könyvet, így úgy döntöttem, hogy mert gyerekkoromban lehet fantáziáltam arról, hogy éjszaka tök menő lenne az IKEA-ban mászkálni, most már nem szeretnék. Ez a könyv meggyőzött arról, hogy nem szeretnék az IKEA-ban mászkálni éjszaka, mert ijesztő. De amúgy tök jó volt, meg nagyon bulis, hogy így a... Tehát hogyha, mit tudom, leülnek egy székbe, akkor nem azt mondják, hogy leülnek egy székbe, hanem megnevezik a széket. Tehát, hogy az egész ilyen... butoráruház katalógusként van megcsinálva, ami tök menővé teszi, csak ijesztő. És a negyedik könyv, ami sikerült befejeznem a hónapban, az egy újraolvasást, amiből le vagyok maradva, mert 12 könyvből áll, és 7 hónap telt el, és én még csak az 5-et olvastam ki, de nem baj, majd behozom. Ez pedig nem más, mint az Így neveld a sárkányodat 5. része. Fogalmam sincs a magyar címéről, majd ide kiírom, vagy beteszem a magyar borítót, nem tudom, valamelyik a kettő közül, mert az Így neveld a sárkányodat sorozat magyar címeit nem tudom nyomon követni. Az a probléma, hogy olyan sok mindent nem tudok elmondani róla, anélkül, hogy nagyon spoileres lenne, de igazából a lényeg, hogy Ablatyék újabb kalandra indulnak, meg fölbukkan egy régen halottnak hitt hős, és... ja, és egy vulkánkitörés fenyeget, és nagyon meleg van. Igen, egyébként ebben a könyvben ez ilyen aktuális volt így júliusban, mert júliusban végig elég meleg volt, meg ebben a könyvben is elég meleg volt, úgyhogy ilyen szempontból aktuális volt. És még mindig szeretem az Így neveld a sárkányodat könyveket, nem tudok róla mást elmondani, és még mindig nagyon jó, hogy nagyon könnyen, gyorsan lehet velük haladni. Úgyhogy jöhet a 6. rész. És még picit gyorsan beleveszem, mert egyébként nem az Így neveld a sárkányodat könyv lett volna a 4. könyv, amit a hónapban olvasok. Azt csak így magammal vittem pluszban nyaralásra, hogy hátha, mert eredetileg Fábián Jankától az utolsó boszorkány lányát kezdtem el olvasni. De jelen pillanatban 114 oldalt olvastam belőle, és azt a 14 oldalt, azt egy, több mint egy hét alatt. A 100-at azt elolvastam itthon még, és utána mentem Balatonra, és az a 14 oldal volt utána, pedig amúgy volt időm, tehát kiolvastam az Így neveld a sárkányodat könyvet annyi idő alatt, amíg ebben 14 oldalt, és most úgy érzem, hogy ez a könyv nagyon nem megy, úgyhogy előfordulhat, hogy életemben először nem kötelező olvasmányt félbe fogok hagyni, amit nem szeretnék, mert nem szeretek félbe hagyni könyvet. Már csak azért is, mert hogyha már egyszer ennyi időt beleöltem, akkor végigolvasnám, hogy hát ha történik benne valami érdekes. De ezzel a könyvvel leginkább az a problémám szerintem, hogy az utolsó boszorkány történetei 2-nek a felénél játszódik. Tehát, hogy annak a vége lelövi, ami ebbe történik, és így annyira nem tud érdekelni, tehát, hogy olvasok egy mondatot, és egy órán keresztül ugyanazt a két mondatot olvasom benne, és nem fogom fel, mi történik, úgyhogy még adok neki esélyt, még lehet, hogy az augusztusi összegzésemben benne lesz, vagy félbe hagyom. Meglátjuk, hogy lesz.
Én ezt a 4 könyvet olvastam júliusban, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be júliusban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!